A zöld felületek, parkok, mérséklő kiegyenlítő hatást gyakorolnak a városi klímára. Tisztítják, frissítik, kondicionálják a levegőt. Emellett a zöld területek javítják a városképet, jelentős a zajvédelmi szerepük, és pozitívan hatnak az egészségre. Összességében elmondható, hogy meghatározó tényezői a városi életminőségnek. Ezért egy településen minél több zöld felületre van szükség. Ezt a nem kis feladatot tűzte ki céljául a tavaly év végén megalakult Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport. Polgármesterasszony felkérésére vállaltam el a feladatot. Akkor, amikor a munkacsoportot összeállítottam, akkor igyekeztem arra törekedni, hogy képviselje a frakciókat is, képviselje Mözstelepülés részt is, és legyenek benne olyan szakemberek, akik a végrehajtás során segítségünkre tudnak lenni. Amikor a csoport létrejött, akkor gyakorlatilag a munkát még nem tudtuk elkezdeni, hiszen tél volt. De minden esetre, amikor megalakultunk, akkor úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk először a várost bejárni, és megnézni, hogy melyek azok a részek, melyek azok a város szépsége szempontjából fontos helyek, amire kiemelt figyelem kell, hogy irányuljék, hiszen a városba látogatók számára nem mindegy, hogy a településre érve milyen környezettel találkoznak. Aztán a másik, ami rendkívül fontos volt, hogy az a környezet, amelyben élünk, az a növényeken túl milyen épített felépítményekkel rendelkezik, és ezek a felépítmények milyen állapotban vannak. A csoport szakmai tanácsadója többek között Bauer József, a Telena Kft. Igazgatója. Továbbá a cég dolgozói hajtják végre az elvégezendő feladatokat. Aztán Mercel György, aki azt gondolom, hogy a tolnaiak és a mözsiek előtt nem ismeretlen, hiszen óriási szaktudással bír a növények világában, és feltétlenül szerettük volna, ha Vég Mária is belekerül ebbe a csoportba, hiszen ő hosszú éveken keresztül az egyik virágboltot irányította, és ha valakinek van rálátása a virágokra, azoknak az életére, akkor szintén azt gondolom, hogy az az ember, akinek a véleményére érdemes odafigyelni. A csoport célja többek között a parkok, fás területek gondozottságának növelése a város területén, és hogy Tolna barátságos, egészséges levegőjű, élhető település legyen, ahol az emberek jól érzik magukat. Tulajdonképpen a bejárás során az első helyszín, ahol egyfajta átrendezés megtörtént, az a Festetics utca 1, Tolna Textil átelembe, egy háromszög alakú füves terület, amely egy meglehetősen elvadult képet mutatott akkor, amikor éppen láttuk. Ennek a területnek az elsimítása megtörtént, füvesítése megtörtént, és kapott néhány növényt is már. Ez volt az első. Aztán az épített környezetnél végigjártuk a buszmegállót, a főpályaudvart és annak környékét. Ott felvetettünk néhány dolgot, hogy mi az, amit változtatni kellene, mi az, ami hiányos. Ilyen volt mondjuk a buszmegállónak, ez egy plexi buszmegálló, annak egy eleme eltört, azt természetesen eltávolították, árajánlatot már kértünk rá, és feltehetően rövid időn belül az is megoldódik, illetve ott nagyon előregettek már a padok, ezeknek a padoknak a felcsiszolása megtörtént, és az átfestése is megtörtént. Aztán, ha tovább megyünk, és eljövünk ide a főtérre, akkor itt arra próbáltunk figyelni, hogy egy kicsikét a virágoknak az összeállításán változtassunk, próbáljunk meg egyféle kis szigeteket kialakítani, egyfajta színkompozíciót létrehozni, hogy egy kicsikét vidámabb, színesebb legyen a tér. Aztán ilyen ötletek is felmerültek, hogy egy hőmérséklet kijelzős óra nagyon klassz lenne itt a téren, vagy ugyanez a buszmegállónál, azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, és szintén egy szükséges foltja a városnak. Városból kifele tartva az úgynevezett kápolnánál felfedeztünk a klinkertégra kerítésen két kiálló vasoszlopot, és arra gondoltunk, hogy ne hagyjuk azt úgy, hanem kerüljön rá egy hirdetőtábla.
Az elnök azt mondja, fontos az elvégzett munka fenntarthatóságának biztosítása a társadalmi szereplőkkel, intézményekkel. A társadalmi beágyazottsággal kapcsolatban esetlegesen meg fogjuk majd keresni a boltok, üzletek vezetőit, hogy az üzletek előtti virágosítást hogyan lehetne elindítani, vagy mi adna hozzá több kedvet, vagy van-e erre nekik egyáltalán lehetőségük, hogy ezeket gondozzák. Illetve láttunk olyan üzleteket, amelyek magántulajdonban vannak, és a terület nem városi terület, tehát nem mi gondozzuk, kicsit elhanyagoltabb. Ezeket az üzleteket is megpróbáljuk megkeresni, és itt kell törni az agyunkat, hogy esetleg valamiféle pályázatokkal, akciókkal lehetne ezt a kedvet fokozni. A városlakókat illetően pedig most hirdettük meg a Gondos Gazda Virágos Porta pályázatot, amely május hónap 31-éig történő pályázati lehetőséget tartalmazott. Ezt családi házak és társasházak részére írtuk ki. Családi házak esetében a ház eleje, ház környezete, a házban lévő kert és annak virágosítása, társasházak esetében erkélyek, esetlegesen a lépcsőháznak a díszítése, illetve a társasház előtti résznek a gondozása, illetve annak önkéntes felvállalása szerepelt. Az első helyezettek 50 ezer forintot, a második helyezettek 30 ezer forintot, és a harmadik helyezettek 20 ezer forintot fognak kapni, illetve egy kis táblácskát a Gondos Gazda Virágos Porta elnevezéssel, melyet a házukra felhelyezhetnek, és szeptemberben lesz ennek az eredményhirdetése, és nagy szeretettel várjuk majd a pályázókat egy ünnepi testületi ülés keretében arra, hogy átvegyék a díjaikat.